sohasem tudtam elaludni a hotelekben. Azt hiszem, ez így csak egy enyhe kifejezés. Egyáltalán nem tudtam sehol se aludni, de a hotelekben volt a legrosszabb. Már a gondolattól elundorodok, hogy ebben az ágyban előttem egy idegen feküdt. De ami a legrosszabb, hogy a szállodákban való alváshiány miatt az életem megváltozott. Elérkezett a karácsony, az ünnepet egy rohadt hotelben fogjuk eltölteni, nem pedig a szeretteink körében. Remek. Ne érts félre, nem mintha nem élvezném az annyi tehetsz, amennyi belét fér svédasztalt, vagy az ajándékokat. Természetesen a havazás miatt törölték a járatunkat Virginiába. Szent este volt, próbáltam elaludni ebben a hipószagú szobában. De csak azon járt az eszem, hogy vajon miért használtak ilyen nagy mennyiségű tisztítószert. A szoba nem tért el a szokásostól. Két ágy, az egyikben én aludtam édesapámmal, a másikban pedig édesanyám és a nővérem. Egy fürdőszoba és egy zsírfoltos mikrósütő, amit már jó ideje nem tisztíthatták le. Valahogy sikerült elmenekülnöm a szobától, no meg a hipóbűzétől. Egy álmatlan alvásba. Amikor felébredtem, nem tudtam volna megmondani, hogy hajnal van. Édesapám mellettem horkolt, és általában hajnali 4 órakor szokott felkelni. Aztán ráeszméltem, hogy karácsony van, de beletörődtem, hogy ez a bal szerencse elrontja a kedvenc ünnepemet. Ránéztem az órára, hogy megtudjam mennyi az idő, s hirtelen észrevettem valamit. Egy férfi sziluettját láttam, körülbelül 190 cm lehetett. Az alvó édesanyámat bámulta. Fél álmomban voltam, abban a percben csak a Mikulásra tudtam gondolni. Rájöttem, hogy ez a gondolat mekkora hülyeség, hételen félni kezdtem, visszafojtottam egy sikolyt. Nem láthatja meg, hogy ébren vagyok, ezért lassan letettem a fejem a párnára, és úgy tettem, mintha aludnék. Hevesen vert a szívem, valaki a szobánkban van, és semmit se tehetek. Csak egy vézna 16 éves fiú vagyok, és ez a férfi bivajerősnek látszott. Azon gondolkoztam, hogy felébresszem-e édesapámat, de tudtam, hogy úgy sem működne. Úgy aludt, mint a bunda. Egy vödör víz nem ébresztené fel olyan gyorsan. Könyvbe lábadt a szemem, még sose éreztem magam ilyen tehetetlennek. Már másodjára folytottam el egy sikolt. Mellettem állt. Az arcomon éreztem, s hallottam a visszataszító lélegzetét, mintha már egy hete rohadt húst enne, és nem mosná meg a fogát. Most már biztosan tudja, hogy ébren vagyok, mivel az arcomat eltorzította a félelem. Az erős zihálás abba maradt, megkönnyebbülve sóhajtottam. Kipattantam volna az ágyból, de erre semmi szükség nem volt, mert hallottam, ahogy kinyílik, majd becsukódik a szoba ajtaja. Kikeltem az ágyból, senki se volt a szobában, az alvó családomat kivéve. Biztos, hogy nem álom volt, el se tudnék ilyet képzelni. Mikor már teljesen felébredtem, egy szörnyű ötlet jutott az eszembe. De még mielőtt elhessekhettem volna magamtól ezt a gondolatot, kinyitottam az ajtót. Ránéztem az ajtóra, hogy megjegyezzem a szoba számát, és megláttam egy hatalmas fekete graffiti spray-vel festett X-et. Ha nem láttam volna a történteket, bizonyára csak azt gondolnám, hogy valami hülye gyerek festette össze. De nem lehetek egészen biztos benne. Ledermedtem a félelemtől. Ott volt, befordult a folyosó sarkánál. Miért csinálom ezt? Követtem egészen a parkolóig, de aztán elvesztettem. Az egyik pillanatban csak kisétált az előcsarnokból a másikba, meg eltűnt. Mivel a vékony pizsamámban nagyon fáztam, ezért visszaindultam az előcsarnokba. Senki se volt ott. Különös. Megesküdtem volna, hogy van éjszakai portás. Megnyugodtam. Rájöttem, hogy milyen hülyén és meggondolatlanul viselkedtem. Meg is ölhetett volna. Csak szittam magamat, miközben felmentem a lépcsőn. Éreztem, hogy valami nincs rendben, amikor már a szobánk emeletén voltam. A szoba ajtaja tárva nyitva. Becsuktam az ajtót, nem? Bementem, körbenéztem. Biztonságosnak ítéltem, s a családom még mindig aludt. Bezártam az ajtót, és visszamentem az ágyamhoz, annak ellenére, hogy úgyse fogok már visszaaludni. Hallottam, ahogy édesapám felkel. Majd őt követi édesanyám, de én csak úgy tettem, mintha aludnék. Eltelt néhány óra, a szüleim felébresztettek engem és a nővéremet. Beszálltunk az autóba és a reptér felé indultunk. Miközben kutakodtam a táskámban az iPodom után, ráleltem valamire. Egy papírdarabot találtam, amire csak 4 szót írtak. Tudom, hogy ébren voltál. Már 2 hónap telt el a szállodai incidens óta.
De egy életre megrémültem, és minden nap egyre rosszabb. Nem csak azt az egy üzenetet találtam, folyamatosan kapok újakat.